Elkezdték felszedni a járdát a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház előtti téren. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Végzi a munkálatokat az önkormányzat finanszírozásában. Szemereléné Pataki Klaudia polgármester asszony azzal a kéréssel fordult a Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-hez, hogy ez feladatai közé ütemezze be a színház előtti járda felületnek a helyreállítását. Ez is történt, és ennek megfelelően a város gazdasági társasága megtervezte és elindította ezt a munkafolyamatot, amit a mai nappal el is kezdtek elvégezni. Kezdetét vette tehát a felújítás, amire már nagy szükség volt, ugyanis az aszfalt nagyon töredezett volt. Egy hét múlva, vagy 10 nap múlva már egy csodálatosan szép aszfalton nőhet be a tisztelt néző a színházba. Önöktől pedig, tisztelt hölgyeim és uraim, egy kis türelmet kérek majd, mert ez az egy-két, ameddig itt a munkálatok folynak, addig valóban kicsit nehezebb lesz, mert hiszen a két oldalsó úton kell majd följönjenek, de egészen biztos vagyok benne, hogy utána egy nagyon szép utat találnak majd, és könnyen betalálnak a színházba ez a csodálatos ékszerdobozhoz. Cseke Péter azt is hangsúlyozta, hogy a színházi előadás nem ott kezdődik, hogy felmegy a függöny, hanem például, hogy a nézőket hogyan fogadják a ruhatárban, vagy a jegypénztárban, vagy hogy milyen úton jutnak el a színházba. János István önkormányzati képviselő pedig azt hangsúlyozta, hogy a Kecskeméti Nemzeti megérdemli a törődést. Amellett, hogy építészetileg a város egy ékessége, egy ékszerdoboz tulajdonképpen, nyilván ez magával is vonja, ahogy a környezetét is ennek megfelelően illik rendbe tartani. Egyébként meg egy hihetetlen népszerű, látogatott művelődési intézmény. Nagyon népszerűek az előadások, nagyon sokan látogatják, tehát természetes, hogy a környezetének is olyan módon kell helyreállítottnak lenni, hogy szívesen jöjjenek ide a látogatók, akik nagy számban előadásra töltik meg a nézőterét. A szakemberek a jövő hét végére a tervek szerint végeznek a munkálatokkal, és egy teljesen új aszfalton léphetünk majd be a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházba.